2011-ben az első robogós tesztünkhöz is. A 2011-es SVT 600-as Honda került most sorra. Ez az SVT 600-as megkapta a régi Silverwingnek a kéthengeres 600 köbcentés, pontosabban 578 köbcentés motorját, amit belecsomagoltak ebbe az SVT 400-as karosszériába. Ez a 2009-ben megjelent 400-as motornak a teljes vázát és teljes idomzatát megkapta. Gyakorlatilag semmi különbség nincs a kettő között, ami, ha a küllemét nézzük, akkor azt mondom, hogy nagyon jó, mert nagyon szép a motor, minden rendben van vele, hely is van benne bőven. Egyedül a féke nem tetszett már akkor sem, főleg most a nagyobb motorhoz képest nagyobb, erősebb féket kellett volna, hogy kapjon, és ugyanezt a szimpla tárcsás első féket kapta sajnos. Ami miatt a robogókat a legjobban szeretem, az a hatalmas csomagtartójuk. Rengeteg cuccot hordunk állandóan forgatásra, meg ide-oda a városba. Nézzetek meg, mekkora csomagtartója van. Elfér benne egy gerincvédő, ami ugye nagyon fontos, hogy mindenkinél legyen, minden motorozásra alkalmával. Elfér benne a bukósi zsakom, ezt most nem veszem ki. Plusz még egy egész hátizsák, amiben a forgatós felszerelésünk van. Az ülés alatti csomagtartó mellett találunk még két kesztyűtartó rekeszt is itt a kormány alatt. Az egyik az nem zárható, itt lehet föltölteni a hűtőfolyadékot. A másikat viszont kulcssal lehet zárni, ugyanígy nyílik lefelé, viszont ide be lehet tenni a forgalmit, meg a mindenféle egyéb apróságot, pénztárcát, meg telefon, meg ilyen mindenféle hülyeségeket. Megmutatom nektek most az ülés pozícióját a SVT 600-asnak. Fölhúzom nagy állványra, amit egyébként nagyon könnyen meg lehet tenni, akár a lányok is megtudják, hogyha a lány vezeti a motorkerékpárt. Az egy baj van még vele, hogy itt van ez a deréktámasz, ami az én lehetőségemet eléggé bekorlátozza. Szóval a mozgási lehetőség semmi nincs a motoron. A lábom az hozzáér szinte az idomhoz elől, amit így, hogyha kesztyűtartót ki akarnám nyitni, az már neki is ütközik a lábamnak. Kipróbálom úgy, hogy milyen rajta mozogni a városban. Megyünk vele egy kört, és akkor elmagyarázok majd mindent. Gyerekek, kezdjük a külsővel. Szép a műszerfal, jól néz ki a kormány, a szélvédelem is egész jó, sőt már túl jó. Én jobban szeretem, hogyha jobban fúj a szél a motoron, de hát ez egy robogó, ebbe ezt kell szeretni, hogy van szélvédelme, de rendesen. A műszerfalon látunk üzemanyagszintmérőt, kilométerórát, fordulatszemmérőt és vízhőfokmérőt, valamint középen egy digitális kijelzőt, amiben a fogyasztásadatok és a napi kilométer és az időt mutató óra jelenik meg. Most éppen azt látom, hogy 19,2 kilométert tehetek meg 1 liter benzinnel, tehát 5 liter fölött van egy kicsivel a fogyasztása. De láttam már olyat is, hogy 22-t tudok menni 1 literre, szóval ilyen 5 liter körül mozog a fogyasztás, attól függ, hogy merre felé motorozunk vele. És akkor halljuk a hangját. Nagyon kis morgós hangja van a 600-as kéthengeres blokknak, aminek a teljesítménye bőven elég egy élvezetes túrához és egy városi közlekedéshez is. Az 51 dóerő mindenhova elviszi az embert. A futómű hangolása szerencsére nem az a ravogósan puha, hanem kellemesen feszes. De néha egy-egy kátyúba belemenve érzem a hátamon, hogy felüt a két dupla hátsó rugóstag. Ezzel még egy picit lehetne finomítani, de igazából a futómű az nem rossz. 10-ből 9 pontot simán adnék rá. Temposan lehet vele kanyarodni, nem hintázik, és elég arra gondolni, hogy beszeretnék kanyarodni, a mély súlypont miatt azonnal ledönthető a motor. Amire több gondot fordíthattak volna, az 400-osan is kevésnek bizonyuló első fék,
mert ez a szimpla tárcsa ilyen apró tötymörgéses motorozásra abszolút megfelel, de hogyha vészfékezésre van szükség, akkor nagyon megnyúlik a fékút. Pedig volt már nálunk Yamaha T-Max és a Majesty is, olyan fék van rajta, hogy tényleg mint egy sportmotoron. Hát ez a Honda ez nagyon elmarad ettől a technikától, de mondjuk ez egy robogó, szóval nem is tudom, hogy nagyon megszoktuk a másik típusokon azt a jó féket, de én nekem hiányzik. Az, hogyha meg kell állni, akkor biztonságosan meg tudjak állni.